Július elején fejlesztési beruházás kezdődött az Ádor utcai szlovák tanítási nyelvű speciális alapiskolában. Az oktatási intézményben egy új emeletet építenek a meglévő épületre, hogy bővítsék az iskola kapacitását. Az intézménynek jelenleg 56 tanulója van, az emeleten 3 új osztályt tudnak majd kialakítani. A beruházás megvalósításához szükséges anyagi forrásokat az Oktatási Minisztérium biztosítja. Az iskola fenntartója 2019-ben nyújtotta be a kérelmet, tavaly megkapta az építési engedélyt, idén pedig már a támogatás összege is a rendelkezésre áll. A beruházás a tervek szerint november végén fejeződik be. A magas infláció és a megnövekedett energiaárak ellenére sem mond le a nyaralásról a szlovákiai lakosok többsége. Az emberek általában az akciós tengerparti nyaralásokat választják. A legtöbb külföldi üdülési időpontot már lefoglalták. Most is sokan utaznak Horvátországba, Olaszországba, Görögországba, Törökországba, valamint Egyiptomba. 2023-ban is vannak, akik hitelből finanszírozzák a nyári pihenésüket. Számuk a tavalyi évhez képest enyhén emelkedett. Nyaralási célokra leginkább a 25 és 34 év közöttiek vesznek fel hitelt, mégpedig általában 400 euró feletti összeget. Gavár Ségár képzőművész a közelmúltban Reneszánsz festészet címmel tartott előadást a Csallóközi Múzeumban. A sok információt tartalmazó előadás a reneszánsz előzményeivel indul. Ezután következett a művészeti megújulást hozó kulturális mozgalom, amely a 14. század végén indult a korabeli Itáliából, majd Európa többi részén is megjelent. Gavár Ségár beszélt a reneszánsz nagyjainak életpályájáról, a hozzájuk kötődő városokról és legismertebb műveikről. Szó esett többek között Leonardo da Vinciről és a Mona Lisa-ról, Michelangelo-ról és a Sixtus kápolna mennyezet freskójáról, vagy Botticelliről és a Vénusz születéséről. Az előadást vetítés színesítette.